Az elmúlt esztendő eseményei után Gálvölgyi János elgondolkozott azon, vajon mennyi ideig lép majd még színpadra. A színművész elárulta, meddig tervezi folytatni a munkát, mint megírtuk. December 31-én rendhagyó adással jelentkezett az RTL Klub híradója. Gálvölgyi János ugyanis néhány hírparódia erejéig híradósnak állt. A Kossuth és Jászai Maridíjas színművész korábban sem bánta, ha munkával telt számára az év vége, arról pedig, hogy meddig marad még a színpadon, a Story magazinnak beszélt. Nem volt szokványos a 2018-as év, sokszoros jubileumot ünnepeltem. 50 éve voltam a pályán, 25 éve a Madásban, közben én magam is 70 lettem. Ezek olyan mérföldkövek, amelyek miatt az ember megáll, majd elgondolkodik, vajon mennyi van még hátra. Ahogy az idő halad, egyre kevesebb a nekem való szerep, ezért nem is nagyon válogathatok. Amíg erővel, ésszel és aggyal bírom, amíg a testem képes az összehangolt munkára, addig színpadon maradok. Nem gondolkodom azon, mi lesz, mondta Gálvölgyi János, aki sokáig törekedett arra, hogy felismerjék az utcán, ám ma már nem zavarja, ha nem ismerik fel őt.